Hello, már itt is vagyok, szevasztok, Gábor vagyok, és a Tech Barátot nézitek, brófolszal gyorsan folytassuk, mert Benedeknek mennie kell csucsukálni, úgyhogy nem is nagyon szaporítom a szót tovább. Még előtte azt elmondanám, hogy múlt héten történt meg, nagyon... Nem, kezdjük is. Most ez a világ legrövidebb bejelentkezése volt, illetve a Tech Barát csatorna történetének legrövidebb bejelentkezése, ami tőlem tényleg egyedülálló és nagyon ritka. Árpi közben írt egy olyan szóviccet, hogy lesz új osonos cucca kilájv után, ki dead. Ha-ha-ha-ha-ha. Köszönjük szépen. Hát volt már, jó, adjál TV-boxot, na, ha van, majd egyeztetünk, hogy mi van, de valami, Tech Barát már csak ilyen minőségi cuccokat, már csak minőségi kínai cuccokat tesztelek, úgyhogy, na, de nem látom izét, Benedeket hívtam, és ő nem fogadta el. Halló, Benedek? Vagy most éppen játszol? Benedek? Benedek. Ott a Knobber itt van, ott a Benedek is, ez az. És Benedek is ugyanilyen, hát Knobber a kakuk tojás, de nyilván hát neki nincsen almája ilyen csodaszép fejkendővel. De megnézem a boltot, mert te várjátok, gyorsan bevásárolok előbb. Klik, klik, klik. Ezt is megvesszük. Nulla koronám van, úgyhogy most koronát kell gyűjteni. Azt sem nézem, hogy mit veszek, csak veszem. Itt ha nők vásárolnának ugye általában, ez vagy ilyen bao, ami szerintem egy hagyma, de mindegy. Többi ez meg izé, koronakő. No, ajrá. Ja nem. Összeállt a gettóban. De persze, nyert. Gyere, ha van izéd, brófolszod, vagy ha nincsen, akkor törzsd előbb le, addig gyorsan Steamen. De ha megvan, meg ismered is, akkor következő körben nyugodtan jöhetsz. Jelölj majd be Steamen. Tech barát. Tech barát. És akkor a következőbe behívlak. No, elközben itt jöttek üzenetek, úgyhogy egy picit pofátlan leszek, bocsánat. Most miért nem nyomja be, bazd meg? Ja, mert te vagy a brokkoli. Ja, nem figyeltem. Hú, ezt majdnem rábasztam. Ez az, hadd pörögjön. Hadd... Ne, engedjé. Úgy, így kell az elejére ugrani. Húhú! A kurva! Jó, ezt ne, menjen onnan a picsába! Hú, jó van. Ez mentés volt a javából, nem tudom, ezt mindenki látta, az élőadás nézői is, úgyhogy... Súty, azért Arni egy geci volt, mert most ki a brokkoli? Nem az Arni. Most ki van? Várjál már, nem Arni, nem, várjál, ki a brokkoli? Haló? Melyik az? Benedek? Jó, oké, Benedek nem figyelte, hogy éppen hol tartok, aztán így majdnem megszapatott, de mentettem úgy, hogy nagyon. Igen, tehát most arra számítani kell, hogy ezt a skint, ezt így mindenki csapkodni fogja. Tehát, és valószínűleg azért, mert tudják, hogy a Maldorado miatt, de ugye most mindenki ugyanabban van, tehát hogy szerintem nem nézik a neveket, hanem ah, igen, az egy gettós alma nyát. Hát így viszont most ugye 10 óra van, figyú, szerint 10 éjfélig jó, max éjfélig lesz Brofolsz, most mondom, mert szeretnék majd utána egy kicsit csézni is, vagy gyakorolni kell, amit ugye edzésen tanulok, és azért időben is szeretnék lefeküdni, nem majdnem 4-kor, úgyhogy max 2 óra.
Hát most szerintem az így bőven jó lesz. Óvjuk meg Benedeket a izéktől, a Blaha Lujza tér népétől. Menj innen, takarodsz, takarodsz. Nézd meg. Medata. Takarodsz. Ne bántod a haver. Ja, befutott mindenki. Jó. És az érdekes az, hogy ez vonza a legtöbb embert még mindig, tehát hogy játszhatok itt akármivel. Ja, aki lemaradt az elején, már pedig valószínűleg lemaradt, mert az elején csak 2-3 ember volt itt. Október 18-án lesz a megjelenése a Plague Tale Requiemnek, ami a Plague Tale Innocence nevű játéknak a második része, és egyből ott folytatódik, ahol abba is hagytuk ugye az elsőt, amit én imádtam, tehát ugye a Pestis idején szóló film, a látványra nagyon-nagyon jó, meg nagyon megragadó, maga a sztori is, kicsit gusztustalan is, de azért nem egy ilyen horror thriller játék, szóval nagyon-nagyon jól el lett találva. Nekem nagyon bejött, és nagyon vártam már a második részét, ami most októberben jelenik meg, és már meg is preordereltem. És meg is volt már preorder. Ups, jó van. Vigyázz, mert benyomja, mert a Benedek az ilyen izé, az ilyen kópiám. Most nem tudom, hogy melyik. Mert futok utána. Arni, mindjárt benyomja izét is, figyú. Nem, nincs ott. Benyomja. Benyomja? Nem nyomja be. Jó, jó, figyelünk. Most nem tudom, Benedekre is kell figyelni, akkor azért szerint, hogy... Jó, meg vagyunk. Félünk, félünk ez egy kicsit. Menj innen, mész innen? Vigyázz! Vigyázz, ott van mögötted a... Ranyád. Az 69-es. Na, jó, annyi. Knober bejutott, vagy ő nem? De ott van ő is. Akkor megvagyunk, megvagyunk. GG! Hát 10-es döntőből ott vagyunk 4-en, azért az nem egy rossz arány. Igen, azt most láttam. Mivel első játék, most ugye csináljuk azt, hogy próbálunk mindenkit kiütni, vagy megalázni, nem megalázni, kiütni, és akkor utána most nem kell meg összebeszélni, még senkinek nem volt meg győzelme, illetve itt az élőadásban nem volt győzelme, úgyhogy most megküzdünk egymással, tehát most nincs jó fejkedés, aztán majd csinálhatjuk azt, hogyha valaki már nyert, akkor ő átadhatja a lehetőséget másnak, úgyhogy... Na igen, szóval, hogy tök érdekes, hogy ez a játék mégis vonza, több embert vonz, mint bármelyik másik, pedig szerintem nem játszom rossz játékokkal. Viszont hát a Plague Tale Requiem az nagyon jónak ígérkezik. Keresetek rám ugye a neten, megvan már a trélere, és 2 hét múlva jön. Ez keddi napra fog esni, úgyhogy kedden, pont hétfőn fejezem be valószínű a Neighbors Back From Hell-t, és utána pedig rá egy napra... No. Anyád picsáját. Na jó, így leesett. Hú, ezt elbasztam. Bazd meg, ezt is elkúrtam. Anyád picsáját! Na melyik volt az? Megy neki a riport. Tudtam, hogy a Maldorado. Tudtam, bazd meg. Azt nem mondtam, hogy nem riportolok senkit, úgyhogy Arninak megy is akkor a riport. Cheater. Így.
De, na, Benedek 9. lett mondjuk, az egy picit elszakadt tőlünk, de igazából hát valaki még bejött a harmadik helyen, azt már nem tudom, nem látok el addig, úgyhogy a lényeg, hogy én második lettem, ami szép eredmény így elsőre. De még a 69-es, azt nem is néztem, hogy ő hanyadik helyen futott be, úgyhogy... Riportolja mindenki a Maldorádót nyugodtan, úgyhogy... De ez bár aranycsirke, jaj! Hát igen, ilyen jó válság idején, aranycsirke. Igen, úgyhogy október 18-án este mindenki jöjjön és tapadjon ide a képernyőre, terjesszétek, legyünk minél többen, mert debütálni fog nem csak a csatornán, hanem aznap fog megjelenni. Jó lehet, hogy egy-két játékos már ugye Early Access-ben megkapja. Ugye a nagyobbak, az ismertebb streamerek valószínű egy-két nappal, vagy akár már előző héten. Általában egy-két nappal szokták korábban megkapni, úgyhogy nyilván megnézhetitek akár már másoknál is, hogyha nagyon érdekel a játék, de ha szeretnétek és tudtok egy napot várni, akkor nálam is rögtön azonnal a megjelenés napján lesz, úgyhogy és onnantól kezdve én azt tervezem, hogy minden nap lesz egy kis Plectail Requiem, hogy az minél hamarabb kipörögjön, mellette nyilván a többi játékot sem hanyagolom el. Mondjuk az lesz, hogy ugye hétfőnként Plectail Requiem, eléggé hosszan, amennyi belefér. Mondjuk, hát ha már Sniper Elite is ilyen 4-5 órás volt, akkor igazából szerintem két 5 órás... Ki a brokkoli? Na ki a brokkoli? Ja, de várj, már nem hívtuk izét. De figyelj, már bejelöltél engem? Nem jelölt be engem senki. Nyet, haló? Nyet, azt írtad, hogy lehet-e majd jönni. Jelöljé be. Na fussatok át a izén. Vagy várjál, fussatok át. Abban segítsetek, hogy püföljétek azt a pár embert, aki bejutott. Ja nem, ja leütötte őket Arni? Ne basz! Várj, valaki még nem jutott be. Nober Maldorada, hol van Benedek? Ja, mert Benedek aranycsirke a picsába. Benedek, bazd meg, most miattad nem tudom rendesen, picsába, hát most már átszaladt mindenki. Faszomat. Igen, most ez itt a probléma, bazd meg, mert Benedek, legközelebb fussál, tehát hogy a többiek beértek, itt voltak ketten, ha bejöttél volna te is, akkor most kb. Hárman átsorognánk itt 20 helyet. Vagy kiejtelek téged is legközelebb, mert hát ez így most, igen. Ó, bazd meg, leütötted őt is, ó, faszom Arni, hát de nézd már azt a kurva kék nyilat a feje fölött. Akkor bocs Benedek, akkor Arni volt a faszkalap, hát... Ja várj, mint úgy teszem, mint bazd, mint ugye nem lenne egy ekkora nagy kék háromszög az ember feje fölött, aki veled van. Kalapát is leesett. Tehát Benedek kalapált, és ő esett le, azt hogy csinálta?
Ja, akkor bennetek ütött le mindenkit, aki elfutott veletek. Ja, akkor jól láttam, hogy átugrott. És akkor hogy esett utána? Akkor meg bennetek volt a balfasz, mert ha ő kalapált, és tök jól leütött mindenkit, akkor ő mi a faszén nem tudott izé? Megharcolnak azért az egy helyért. Gyere ide. Anyádat. Hát akkor menedek baszta el, akkor legközelebb nem fogok izé. Sajnos nem kivételezem, ha most a között kell választanom, hogy Benedeket áldozzuk föl, vagy azt, hogy hárman legyünk döntőben, akkor beáldozom Benedeket, vagy bárki mást amúgy. Tehát ott voltatok mind a hárman elől. Ha ez egyéni hiba volt, akkor viszont azért bűnhődni kell. Úgyhogy... Jaj, nem, fú, azt utálom. Nem szeressem a izét, a futbolt. Nem jelölt még be senki amúgy, tehát nyert még továbbra se tud jönni játszani. De... Mert azt kérdezi, lehet jönni majd. Lehet, hogy egy másik alkalomra gondolt. Felső kapufa, menj onnan! Engedjetek már ki, bazd meg a picsába! Ez az? Ott lesz a gól. Yes! Benedek itt van még a csapatban, nem tudom ki van még velem. Nem látom. Ott a gól! Ott a gól! Az mégis ők vannak ketten ellenem.
bazd meg! Besarkaltam! Betolatta a labdát, gyerekek! Mi van, Knobber? Ezt te is láttad, mi? Sarkazós, mint a Szalai. Hát be, nem izé, nem szarra gurigázunk. Jaj. És még nem voltam kétszeresen. És még én voltam milyen lyukba? Melyik lyukba? Na, nyert azért személyes kérdéseket nem teszünk föl, úgyhogy erre nem válaszolok. Na, ki van itt? Halló? Izé? Na, Knobber Benedek, halló? Halihó? Meghívjuk őket. Valami ők szerintem kiléptek, vagy nem tudom, elmentek külön egymás... Ja, vagy mi? Na. Van egy koronám. Hát most nem ilyen füstre fogok gyűjteni, hanem erre azért kiber szemüveg 0-3-ra. Benedek a különc, őt nem érdekli az, hogy itt csapat öltözék van, meg csapat szerelés, hanem rettet le van szarva. Na, a két csillagos, egyezzük meg, hangsúlyozzuk, hogy a kettő csillagos Knobber a brokkoli. Nekünk három van a jobbaknak, ugye? De Knobbernak kettő jutott. Tudtam, hogy benyomni. Tudtam, hogy kis köcsög lesz, bazd meg. Tudtam. Oda se kell néznem, bazd meg. Hát látom. Látom. Nem tudom, hogy be fogja nyomni. És benyomja a kis gec. Na jó, a Knobbert azt lehet riportolni, ütni, vágni. Elmész a picsába a Knobber amúgy, na. Tehát ezt nem viccből mondom, ezt tök őszintén. És nyomkodja ész nélkül, így van, ész nélkül kell nyomkodni. De hülye, hát azt sem, nem is kell nézni, bazd meg, hogy hol vannak a társaid. De vagy a Knobbert ugyanígy, tehát hogyha mi leszünk a brokkoliként, bíztatok mindenkit, hogy nyugodtan szopassuk meg. Tehát ennyire ész nélkül játszani, bazd meg, de most komolyan. És akkor én kérem, hogy izé, jó, átengedünk, azt izé, agyatlanul, bazd meg, csak nyomja. De szerencsétlen benne, jó, hát mondjuk ő most nem tudott átugrani, tudod mit, bazd meg? Menj a picsába. Benedek be se jut például, tehát hogy nem tudom, hogy őt megszopatta, de például. Hát igen, mert te rommá... Ja. Mi vagyunk a magyarok. Na jó, nem fújt, nem mondtam se, nincs sem, nem, rasszizmus az itt nincs, úgyhogy... Legalábbis nem angolul, mert azt nem tudja kiszűrni a tics. Hát...
Hát Benedek, sajnálom, tényleg figyelni kell, hogy a Knobber a brokkoli, ő nem tud játszani amúgy, tehát ő arra van, arra veri a melkasát, hogy délelőttönként vagy napközben ilyen nulla szintes low leveles gyerekeket, ilyen ritmushibásokat ver el állítólag, de abban is azért kételkedem, és akkor most itt meglátszik azt, hogy nézd meg, tehát hogy megy, ez pörgeti, tehát hogy legalább schedulálnád, bazd meg, vagy valami, tehát hogy időzítve tolnád. Nem, csak megy, az pörget. Mindjárt benyom, már be is nyomta, tehát senki nem ment még át. Milyen ritmushibás te. Kurva Isten, bassza meg a faszom, de vagy lehet, hogy meg se hívjuk ezt, de az, hogy be tud jönni, mert látja, hogy hol vagyunk, de amúgy tényleg, vagy bannolom a picsába. Knobber fasz. Na jó, elmész a büdös picsába, jó? Törlöm Steamről, bassz meg, kiléptem. Agyatlan fasz. Szóljatok, hogyha megvagytok. Addig én megyek egyet. Benedek meg Arni írjatok, Knobbert azt nem hívjuk meg. Ez ha benne lesz a játékban, akkor csak ő a célpont. Tehát mindenkit beengedhettek, bazd meg, de ezt az egy elmebeteg idiótát nem. Ja, akkor Benedek nem, majd akkor Arnival intézzük. Kikkel vagyunk most? Ú, itt van az itt van az a 69-es. Nem kiskorú. Hát ha meg nem tetszik, akkor meg kiléphet. Tehát, hogy...
Ott van a... Ott van a 69-es. Na mindig, de az izé, az előbb... De az izé hexagomba volt a döntőben, arra emlékszem. Baszd meg, és lepattanok arról a szarról. Picsába. Izé, buzogány. Ja nem, mert a buzogányos az ez. Az az. És leugrik. Jó van, jó van. Szólok. Ez a kedvenc pályád lenne, Arni, úgyhogy... Ja, tényleg is mi lett a izé? Megnyerted legalább? Vagy ki nyerte azt a gémet? Újúj, az meg berakott elő... Az így nem lesz jó, akkor előre menekülünk, az itt a taktika. Előre, és akkor most próbálj, most gyere! Gyere! Ujjjj! Az meg is, nézd meg, nem akar meghalni senki! Jó, ajjaj! Ujjjjjjj! Így kell ezt, ez meló volt a javából, azért megszenvedtek a szemletünk az elején, mert ott billegtették, kabab ellen. Hű, és ami kis haverunk, az ötödik lett a 69-es. Most ez nem az ő napja, tehát én se tudott. És nem akkor te kedvenced ott mondom, ja, és nyertél? Ja, nem mert a kamikázi... Ja, nem mert a kamikázi... Jaj, hát szempilla szemüvege. Jaj, hát a szempillát szemüveget azt... Ja, itt is van az Arni. Akkor Benedek már nem tud jönni. Jó, más akkor nincs. Hajrá. Juhu!
Jaj, jó, szaladj! Azt majd csapd le! Hopp, hello. Bassza meg, ez meglógott. Na, hát... Szerintem ez egész jó lett. Annélve, hogy valakit leütött, hogy valaki magától, mert egy ember átugrott, vagy meg tudott lógni, de valahogy ő izé, jinyi, hát akkor... hát ez egy elég egyedi döntő lesz. Nagyon jó, ez nagyon-nagyon tetszik. Ó, bazd meg, és a kék tower. Akkor viszont most odaadod nekem a győzelmet, ugye? Mert a hexagonnál leütötték. Na jó, nem, izé, megharcolunk értem. Most meg, mert mondjuk az, hogy ütögetésben, izé, kalapálásban én nem vagyok. Na ott a Gingy. Három per három, hát ez kurva jó. Ja, bazd meg, de én a brokkoli vagyok. Mi a fasz néztem? Bazd meg, kezdtem kurta. Hallod, én végig azért koncentráltam az almára, hogy az almát fogom irányítani, és nézem, és hát nem, mit, hova megy ez a... Bazd meg! Na jó, akkor Arni, most a nyerd meg. Neked adtam.
Nem én basztam el. Üsd le, üsd, úgy. Az kapta halt, nem halt. Hát az a legalján van. Gingy. Gingy. Még a legalján van, úgyhogy ízé, mutatom neked. Itt van. Hát leesett megint. Ó, de egy fasz vagyok, tényleg én voltam a brokkoliban. Annyira belém ragadt az alma, hogy az alma, azt néztem. Jaj. GG. Hát ezt benéztem. Kurva brokkoli. Jaj. Néztem is, hogy miért nem azt csinálja, amit izé, amit nyomok. Basz. Jaj. De nem tudom én sem, mert így megláttam, hogy a közeledett a izé, és akkor ott az alma. És ez teljesen pedig, hát na, jó mondjuk egy kör volt ugye brokkoliként, mert ugye egyből egy döntőt intéztem, de hogy nem tudom. Valamiért most arra koncentráltam, hogy az alma az enyém. Na majd most már kicserélem akkor az kinemet, mert izé, még egyszer ilyet nem, ez szégyen, ezt nem csinálunk. Nice. Na nézzük, kik vannak bent. Nincs olyan, aki itt veszélyt jelent. Hát ez a kind... Endless Hope talán, 28-as szinttel. Na, megint én vagyok a brokkoli, bassz meg. Hát ott Knobber, így kell csinálni, átengeded. Az csal. Na azért anyádat. Nem esnek le, bazd meg, nem esnek le a kurva nénikéket. Bassza meg! Nem baj, de szerintem az egyik az nem jutott be a... mindjárt megnézem, hogy ki jutottak be. Valamelyik az ilyen nagyon ügyes volt. Szerintem kiesett. Várjál, hol van? Kiesett! Volt egy 28-as volt, na akkor őt sikerült kiejteni. GG. Ha megtalálod a kaput, akkor átugrasz, ha nem találod meg akkor a többiek, akkor megnyomom a gombot.
Benyomom a fagyasztót majd. Én nem ugorj. Menjél, ugorj. Vagy akkor... Hát ezen annyira nem jók amúgy a csapdák, tehát ilyen... Megint családias döntő lesz? No, hát nem hárman, de azért heten ott vagyunk, úgyhogy megint egy viszonylag sikeres brokkoliskodás volt. Igen, és most már azok nincsenek bent, azt tuti. De ugye ez látszik is, még hogyha nem is név alapján, hogy ki az, aki jobb, mert ugye elkezd megáll, elkezd visszafele ugrálni, na de jó. Elkezd ugye visszafele ugrálni a tűzhely előtt, meg ilyesmit, tehát abból látszik azt, hogy na, akkor ő már ő vágja, hogy kell. Na, tech barát. Jó, van, együtt vagyunk, Arnika. Hihi. 5v3? Az szép. Remhetek, 4v3. Megyünk előre. Ajaj. Ne vidd ki! Bazd meg! 4v3-ba kiesünk a picsába! Valaki elbaszta, valaki ott elvitte, kapura kellett volna gurítani ezt a kurva labdát, ezt valaki ilyen nagy lendülettel egy bement előre, bazd meg. Édes faszom, nem tudjátok ti játszani ezt a fotbalt. Hát én tolatva bevittem, bakken. Ez van, valaki elbénázta a csapatunkban, nem tudom ki volt az, de ketten egyszerre rámentek, az egyik kifele elvitte, pedig csak simán a sárgák azok el voltak a halál. Pék, na, mindegy, szóval a micsodáján.
Jaj. Hát azt szoktam azt, hogy ha látom azt, hogy a sarok felé megy, akkor inkább én kijövök onnan, vagy próbálok úgy helyezkedni, hogy kicsit távolabb, hogy ne legyek egyrészt a bolyban, mert onnan valahogy kifog úgy is fölfele, kipattan a labda, és akkor ott lesz tök üresen ugye a kapu. Egy picit szoktam ilyenkor, hogy próbálok így helyezkedni. Na kik vannak itt? Játékos jelentés. Már 70-es szintű. De az az előbb, én nem 69-es volt, igen. Na itt van velünk az a köcsög. Meg a sá is. Bassza meg. Mellettem a torta, hát akkor lebaszok neki egyet, azt ennyi. Hát szerintem nem nagyon erőlteti meg magát a brokkolink, úgyhogy... Na, bár a levegőben, nézd meg, de hogy le... Nem. Így nem lehet. Ez izé, ez kamu. Egy kis bejelentem is. Sáj. Hoppá, caps lock, az kikapcsoljuk. Jelentés. Így, így. Tesamesa, egy kicsit későn nyomtad be azt a kurva gombot. Na mindegy. Jó lehet, kibaszott velem. Jó, nem baszott ki velem teljesen. Meghagyom a kalapácsot neked adni, ott van a bal oldalom, vagy jobb oldalom. A másik bal. Nem látom a kvalifikálták gombtól a izét. A brokkolit, menj már onnan. A gombtól mi ez felirattól? Haló? Mi a fasz? Mi a fasz? VTF. Hát most nem jött be az ugrálós támadás. Pedig brokkolin... Aha, jó, ott megvagy. Látlak. Basszany. Mm-hmm.
Hát itt van a 70-es szintű. Meg ugye a brokkoli is veszélyes. Hát kettő veszélyes van a izé. Melyik az a pohár? A fehér, piros, csíkos pohár, meg a broki. Bár a brokkoli ezért üthető, tehát... Nem! Nem, á, bazd meg a picsába! Meg a... Fogadjunk, még Arni ott van fölül, engem leütött ez, de jó van legalább a izé, ki? Béli, az már jó. Zsír. Jó van, és legalább a Sáj meg a izé megint mögöttünk végzett, úgyhogy elmegy a holland hülye gyerek a oda, megint nem jött össze ellenünk. Arni meg nyert. Na jó, még kettőt játszunk, aztán utána mára nekem szerintem ennyi elég volt. Helyes. Jár a taps. Az mégis ezek nem látnak, vagy mi az? Nem is értem. És nem tudott átugrani. Jaj, Istenem, meglát. Ott álltam vízével a baseball ütővel, és nem tudott átugrani. Egy ugrásnál akarod megrántani? Én nem tudom megfogni.
Teljesen megzavarodik. Ó, basz meg, becsúsztam bícsába. De ez jó volt. Majdnem lerángattam azt a csillagtököt, vagy na, nem szeretnek minket szerintem. Pák, pák, nesze. Ez ügyes, ügyes kis brokkoli volt, nézd meg, hogy bevitte ott magát. Spéci fogást. Itt van az a holland nevű, nem Jakesbird, de Jakesbird az volt, nem? Az volt. Annak ismerős a neve. Nem basztam rá. Jaj, és nem esett le a csirke, a kurva anyját. Na mindig bejövök. Itt azon a kapun nem mész át. Menekül, menekül. Megjött a pohár, a kurva. Itt, ja, itt van a holland... Na, a holland úri ember. Vagy csaj. Bocsánat! Nem, áh! Haló! Engem ne! Adjál békén! Hát ez kurva jó! Arni, Arni szopat! Hát ezt szerintem izé, megy is klippelésbe. Clip copy to clipboard, ugye? És akkor most, ja mi ezt így, izé, most így ki van klippelve a... Várjál már, most ez hogy van akkor? Ja, jó.
Mi? Hogy? Mi? Na mindegy. Most elvégén klippeltem, de nagyon hamar elkész. Hát, hogy nem tudom. Na mindegy, majd megnézem. Jaj, köszi. Köszi, kérem. Már úgyis egy csomót nyertél. Mondjuk én nyertem, de akkor az pont nem voltál ott. De azért elugrálhatsz, hogyha gondolod. Gyere. Nézzétek Ardit. Én hang vagyok, én ezt a pályát, én ezt... Új, baszd meg ki. Baszd meg, Ardi. Ne már. Mi volt ez? Hát de nem is... Ez egy tök béna. Dekabon. Hát ez most ez izé volt. Ez most ez volt. De a holland az kiesett akkor, mert igen, mert már csak hárman vagyunk, és... Vágos. Már hogy... De azt láttam, hogy izé, hogy oda mentél mögé, és ütötted, de meg sem mozdult, és utána pedig egyszer csak így leestél, vagy nem tudom, ilyen... Nézd meg, nézd! Na jó, leesett, jó van. Brokival vagyunk. Ő talented, úgyhogy őt rá oda kell figyelni. Sokáig el fog tartani, mert ahogy elnézem, ő is nem is bóckodik, mert ugye van, aki így izé így fölugrik, meg megpattan a rúdon, meg a rúdon is egy picit még izé, még kettővel magasabbra ugrik, de ő simán izé ugrálgat ő is, úgyhogy... Mindjárt olvasom a csetet, nyugi. Aha, ha hogyne, ilyen sebességnél az meg vissza tud állni, hogyne. Jó, akkor mehet neki, a Brokinek mehet a report.
anyát, picsáját. Na jó, ennek tudja, hogy nézd meg. JX Bird 1. Azt meg is keresem Steam-en és riportolom ott is.